Pincehelyen hagyományos népviseletet öltött lakodalmas menet vonult a művelődési háztól egészen a cseffalvi kúriához, ahol több tájegység menyasszonyát kérték ki a háziaktól. Ez már több éves vágyam, hogy 4 menyasszony legyen Pincehelyen, legyen egy székely, egy sváb, egy siógárd és egy pincei. És 2021-ben adtunk be az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikumban pályázatot, és megnyertük tavaly, és most abból van ez a rendezvény megszervezve. Volt 1985-ben, akkor 1996-ban és 2016-ban, és akkor most. Ez nálunk hagyomány, tehát nem rendezzük meg úgy, mint a Sárköz, hogy évente valahol. Pincehelyért Egyesület szervezi. Pincehelyért Egyesületnek a fő profilja a hagyományőrzés. Amik kaphatók a fiatalok és az idősebb korosztály, hogy átadjuk a fiataloknak, a régi hagyománynak a tudását, ez nekünk nagyon fontos. Idősebb korosztályt megkérdezünk, vagy megkérdeztünk most előtte is, hogy mi hogy volt régen, hogy volt a menyasszonykikérés, milyenek voltak a ruhák, mi volt a menüsor, és akkor ezt próbáljuk a fiatalokba is fiatalokkal megismertetni, hogy akkor ez régen hogy volt. A településnek van egy régi hagyománya, amelyet a mai napig életben tartanak a menyasszonyok. Van nálunk úgynevezett Keresztfa utca, ami a Gárdonyi utca, azon végig kell menni a menyasszonynak. Ez már 100 éve így van, és nem tudják megmondani a nagymamák, hogy miért. Azt mondják, ez így van. A menet zene és nótaszó kíséretében vonult végig a településen, amikor a hagyományoknak megfelelően kosárból, kuglóffal kínálták a nézelődőket. A nagy napra a pincei menyasszony számára egy régi ruha alapján új öltözet készülhetett a pályázati forrásból, míg a vőlegény a családi örökségből vehette fel a korhúj öltözetet. Én először, amikor meghallottam, igazán felcsillant a szemem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz ez az egész. És nagyon szívesen elvállaltam. Egy percig sem gondolkodtam, mert egy hatalmas nagy álmom vált valóra ezzel, hogy pincei menyasszonyként képviseltem a falut. Szinte az egész családom őrzi a kultúránkat, és fontos, hogy én is tovább tudjam majd adni majd a leendő gyerekeimnek. Örömmel köszöntött rám a reggel! Örömmel üdvözlöm az én ártatlan lelkem, mert ma válik el életemnek útja, vagy holtig örömre, vagy örökös búra. Ezért menjünk, siessünk hát előre, hogy idején érkezünk a szentesküvőre. A menyasszony kikérőket követően a templomba tartó hagyományőrző lakodalmas nászmenetben ott volt a bonyhádi székely, a gyönki sváb, a pincehelyi és a siógárdi menyasszony és vőlegény is. Hogy miben különböztek egymástól? Legfőképp a viseletben, mert sokkal díszesebb szerintem, és vannak bizonyos szokások, mint nálunk a nemes járás, ami egy különleges tánc, amit a lakodalmakkor szoktak eljárni. Hát ezt a vacsora után szokták táncolni, a vőfély áll fönn, és ő kéri először a menyasszonynak a kisebbik nyoszolyólányát, ha van nagyobbik, akkor azt is, a nyoszolyóasszonyt, és aztán a menyasszonyt, és ez egy ilyen körbe vezeti, bemutatja a menyasszonyt. A Pinceért Egyesület legutóbb 2016-ban szervezte meg lakodalmas rendezvényét akkor egy helyi menyasszonnyal. A hagyományok őrzésén és továbbadásán munkálkodó szervezet fontos a település életében, hangsúlyozta a polgármester. Mai rendezvényt is anyagiakban is támogatjuk a rendezvényt, sőt kiemelt módon támogatjuk Pincei nagyközségben a Pincért Egyesületet, mivel minden rendezvényünkön részt vesznek és helytállnak. Én még amikor ugye megnősültem, akkor még voltak jó kis sátras, úgy mondtuk, hogy paraszt lakodalom, de hát most már ez szerintem ilyen rendezvényszervezők hamelezongorázzák, és ez elveszti a feelingjét. Az esemény alkalmával avatták fel az ezen alkalomra készült pillés szobrot, amely egy népviseletbe öltözött pillés menyecskét ábrázol. Nagyon nagy.
Nagyon nagy, ez egy népművészeti munka, és ez nagy, de szakmába vágó, de nagyon nagy élmény volt. Hát elég nagy tervezési munkát igényelt, nagyon össze kellett szedni az anyagot hozzá, többszöri egyeztetéssel, beszélgetéssel, hogy ez hű legyen. Valósághű ábrázolást igyekeztünk megvalósítani, hiszen itt arról van szó, hogy képviselni kell azt a hagyományt és egyszer a népviseletet, ami a településre jellemző. A rendezvényük elérte a célját, hogy a négy tájegységet, a székelyeket, a svábokat, Siógárdot és Pincehelyet összehozza egy olyan rendezvényen, ahol megmutathatják népviseleteiket.